Köszöntöm a nézőket, friss napszemle kezdődik, de előbb lássuk, melyek a fontosabb témák. Födött műfüves focipálya épülhet Gyergyószentmiklóson is, a jogi formaságokat rendezi az önkormányzat. Jól halad az előkészítés, tavasszal láthatnak hozzá a szabadidőpark kialakításához. A Progimnál folytatja Góga Attila, sok szurkoló óhaja teljesült a Galaci és Gyergyói klubok közti megegyezéssel. Több témában is döntést kellett hozniuk a tanácsosoknak tegnap délután rendkívüli ülésen. Területvásárlásról, labdarúgópálya építésről is döntöttek. A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia által építendő fedett pálya kialakításához a területet az önkormányzatnak kell biztosítania. Ez a jelenlegi Műgyepes pálya helyére kerülne. A terület felosztását rendezték a tanácsosok a szerdai ülésen, ezután következik az átadása az akadémiának, hogy a munkálatokat megrendelhesse. A prefektúra kérésére pontosítani kellett, hogy valóban megfelele a kötelező feltételeknek a Vitalissima Kft. Ahhoz, hogy direkt megbízással, versenyeztetés nélkül áthatassák a hótalanítást. Ehhez szükséges, hogy a cég kizárólag önkormányzati tulajdonú legyen, az elvégzett munkálatok 80%-a önkormányzati megbízású kell legyen, illetve a városvezetés rálátással és ráhatással kell legyen a cég vezetésére. Emellett azt is elfogadták, hogy a város tulajdonában lévő hóekét is odaadják a Vitalissimának. A Virágnegyed 51-es tömbházában található 184 négyzetméteres felületet átvennék az egészségügyi minisztérium kezeléséből. Ez jelenleg a közegészségügy székhelyeként használatos. Ha megszületik az ehhez szükséges kormányhatározat, akkor elkezdődhet az átalakítás, hogy a szomszédos óvoda termeit megnagyobbíthassák, öltözőt alakíthassanak ki. Elvi döntést hoztak arról, hogy megvásárolják a Békény utcai Tinkamalom melletti területet. Sok probléma, vita okozója, hogy nem rendelkezik elégséges tulajdonnal ott a város. Erre és fejlesztésekre lesz megoldás a területvásárlás, amelynek feltételeit Bíró Róbert, Pál Levente és Teodor Dobreán fogja megtárgyalni a tulajdonossal. Módosították a Roncsautó Plusz elnevezésű programot. Újdonságként elektromos kvadrociklinekre, azaz négykerekű villanymotorkerékpárokra is kiterjesztették azon járművek csoportjait, amelyekre támogatást lehet igényelni. Ugyanakkor felső határértéket is megállapítottak az elektromos gépjárművek esetében. Azok árának legfeljebb 50%-a szerezhető meg támogatásként, közölte a Környezetvédelmi Minisztérium. Az Építők utca végében lévő több mint egy hektáros terület rendezésére tavasszal nyert pályázatot Gyergyószentmiklós önkormányzata. A projekt futamideje 27 hónap. Eddig a kivitelezési terv licitje zajlott le. A munkálatokhoz várhatóan tavasszal látnak majd hozzá. A tervek szerint játszásra, sportolásra és pihenésre is egyaránt alkalmas lesz a létesítmény, amely az Építők utca végén, jelenleg zárt kapu mögötti területen lesz kialakítva. Eddig a kivitelezési terv licitje zajlott. A nyertesnek 2 hónapja van, hogy elkészítse a dokumentációt, amely alapján a kivitelezési közbeszerzést is ki lehet írni. 2 hónapja lesz arra, hogy a tervvel is készüljön, ami alapján a kivitelezési közbeszerzést is útjára tudjuk indítani, és a tervek szerint haladnak a tevékenységek úgy, hogy ezt már a nyáron is elmondtuk, akkor a jövő év tavaszán, nyár elején már a munkálatok is, a effektív kivitelezési munkálatok is el tudnak indulni, amelynek a kivitelezési maximális ideje a terv szerint 9 hónap fog lenni. A terv és a pályázat keretén belül úgy, ahogyan arról már beszéltünk, 3 fontos részt fogunk kezelni, 3 részt alakítunk ki a több mint 10.400 négyzetméteres felületen. Egyfelől egy lugasított parkocskát alakítunk ki, ahova több száz fát és cserjét, illetve több ezer évelő növényt fogunk betelepíteni, illetve kialakítunk egy szabadidős multifunkcionális sportpályát is, és 3 korcsoportok szerint felosztott gyerekjátszótereket is fogunk kialakítani. Hasznos információ lehet akár az is, hogy több mint 450 négyzetméternyi gumiszőnyeggel lefödött játszótér lesz kialakítva a gyerekek számára. A szabadidőparkot miután elkészül, legalább 5 évig a megálmodott formában kell megtartania a városnak.
a környék más érdekességeivel is összekapcsolnák később a még jobb kihasználtságért. A rövidtávú tervvel csak közelebb fogunk jutni a közép- és hosszútávokhoz, hiszen a park elkészítését követően továbbra is azt szeretnénk, hogyha az 10.000 négyzetméternyi felületet egybe tudnánk majd csatolni az Agrokaritas udvarával, ahol egybecsatolva több funkciót ellátható területtel rendelkezne és gazdagodna a város, hiszen egyfelől az általunk kialakított pályázatból szórakozás lehetőséggel fogjuk tudni rendelkezésre bocsájtani a városlakóknak az említett parkot, de az Agrokaritas, ha ő is továbbiakban a tervek szerint felajánlja majd az ő részét, akkor látványgazdaság és látványkonyha, illetve olyan tevékenységek végzésére helyet adó tevékenységet is, aktivitást fog majd tudni bemutatni, amely kiegészíti a város tevékenységeit. A támogatás értéke 98%-át fedezi a projektnek. A város 52 000 lejes önrészsel kell hozzájáruljon a megvalósításhoz. 3 játszótér kap majd itt helyet különböző korosztályú gyerekek számára. Lesz olvasóliget, fitnesspálya, illetve sportolásra alkalmas eszközök. 217 darab facsemetét, 461 tő cserjét ültetnek a területre, 800 négyzetméteren pedig sziklakerti növényeket telepítenek. Locsolórendszer kialakítását is tartalmazzák a tervek, továbbá utcai bútorzat, biciklitartók, közvilágítási oszlopok kihelyezését, parkolóhelyek kialakítását is. Visszavonják Elemen Hunor állami kitüntetését, döntött a Románia Csillaga Állami Érdemrend Becsület Bizottsága. Az Érdemrend Becsület Bizottságának tagja Mircea Joana azt mondta, hogy a testület Kelemen Hunor érdemrendjének visszavonásáról döntött, mivel az RMDS elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy a szövetség képviselőinek és a magyar közösségnek nincs oka ünneplésre az Egyesülés centenáriumán. A bizottság Klaus Johannis elé terjeszti döntését, aki államelnöki rendelettel dönt majd arról, hogy helyt ad-e a testület határozatának. Kelemen Hunor a közelmúltban a Kolozsvári Szabadságnapi lapnak úgy nyilatkozott, hogy a szövetség képviselőinek és a magyar közösség tagjainak nincs okuk ünneplésre a centenárium alkalmával, valamint kifejezte a béli félelmét, hogy a politikusok nacionalista diskurzust fognak alkalmazni, miután nem tudnak megvalósításokról beszélni az utóbbi 100 évre visszatekintve. Kelemen Hunor 2000-ben kapta meg a Románia Csillaga kitüntetés parancsnoki fokozatát. Ismét hazai pályán játszik Pirosfehérben Góga Attila. A Progim és a Galaci Dunareák közti megegyezés értelmében már hétvégén felöltheti a Pirosfehér mezt a régi új Progim játékos. Két légiósról mondott le a Progim helyette, egy KHL-t megjárt orosz csatárt is szerződtettek. Tegnap este jelentette be a klubvezetés a változásokat. Sok szurkoló óhaját teljesítette a Progim vezetése, sikerült hazahozni Góga Attilát, aki közel 10 éve cserélte le a Pirosfehér mezt. A hétvégi meccseken már hazai színekben játszik a gyergyói hátvéd. Helyette két ukrán légiós megy Galacra a klubok közti megegyezés értelmében, a megüresedett légiós helyét is betöltötte a Progim. Kezdeném azzal, hogy két nagyon szép, fontos mérkőzés, győztes mérkőzés után vagyunk túl, tehát kétszer sikerült a bajnokot legyőzni hazai pályán 6-4-re és 3-1-re. Ez óriási lendületet ad vezetőknek, szurkolóknak, játékosoknak egyaránt. Nagyon örülünk neki, de mindenek ellenére a mérkőzések után, hosszas tanácskozás és döntögetés után meghoztunk egy-két fontos döntést, amit most szeretnék közölni. A legelső, és ami a legjobb, én azt gondolom, hogy a Galaci Dunareá és a Győri-Szentmiklósi Progim vezetése megegyezett abban, hogy véglegesen hazaigazolja a gyergyói származású Góga Attilát, és ennek fejében két légiós játékosunkot adja oda Galacnak, Csernyenkót és Románenkót. Én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon pozitív hír, és nagyon előre tekintő. Ezzel egyet a keret erősödött, és helyi játékossal erősödött. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk vágya lehetett, akik egy kicsit gyergyóinak is érezzük magunkat. Egy új igazolás is van, hiszen ezáltal egy légiós hely is megürült, hogy így mondjam.
Egyőszer Miklós is dicsekedhet azzal, hogy, vagy a Progim is dicsekedhet azzal, hogy igazolt egy KHL-t megjárt játékost. Ma reggel érkezett klubunkhoz az orosz származású, most már magyar állampolgár is, Danil Kaskov személyében egy fiatal, 28 éves játékos, aki még fiatalabb éveiben szerepelt egy szezonban a KHL-ben is. Az utolsó klubja az a Dunaújvárosi Acélbikák voltak. Mivel, hogy most megkapta a magyar állampolgárságot, igazolhatott volna oda is, de ezt sikeres beszélgetés után örömünkre bennünket választott. A következő időszakra több változást nem tervez a klubvezetés. Úgy látják, most megfelelő a csapat és a teljesítmény is. Én már tegnap is úgy láttam, hogy egyre értékesebbek vagyunk, és ezzel a két változtatással talán még értékesebbek leszünk. Maximális örömemet, meg bizalmamot fejezem ki a helyiek, a Gyergyószeg Miklósiak, meg a környékbeliek irányába, akik egyre jobb teljesítményt nyújtanak. Tehát maximálisan ki szeretném emelni itt Szőcs Attilának is a nevét, aki gyönyörű teljesítményt nyújtott mindkét hazai mérkőzésen, de még több játékosnak is. És tudnélik, azt is tudjuk még, hogy egy védőnk, aki ült a hétvégén, hiszen nem fért bele a légiós keretbe, a szlovák játékosunk, aki Durkecs névre hallgat, ő is még jégre lépett az elkövetkezendő időszakban. Azt jelenti, így kiegészült a csapat, egyben van a csapat, jó az öltöző hangulat, én csak tiszta pozitívan látom a jövőképet, és bízom benne, hogy így látják szurkolók, támogatók, mert támogatások nélkül nincs, sport, úgyhogy bizakodva nézünk előbe. A szurkoló tábor fejlődése sem maradt észrevétlen, nem csak a csapat, de a klubvezetés számára is nagy segítség, hogy új erőre kapott a társaság. Meglepetést okoztak az elmúlt két meccsen valóban a szurkolók is, hiszen egyhogy többen voltak, kompaktabbak voltak, hangosabbak voltak, és ezt az este játékosok is a vacsoránál biza jelezték, hogy valami ott is történt. És ez a jó, én azt mondom, hogy ez a jó, hogyha elindul valami, akkor vegye mindenki alapot, vegye a szurkoló alapot, hogy jönnöm kell meccsre, meg kell vegyem a jegyet, támogatnom kell a csapatot. Vegye a játékos is, hogy többet kell nyújtanom, többet kell edzenem, 10-et kell ugolni, de én 11-et fogok, mert jobb szeretnék lenni. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogyha mindenki veszi a lapot pozitívan, és elindulunk jó irányba, akkor ez összességében kell, hogy látszódjon majd a végén is. Tegnapi ülésén a kormány többek között közlekedési kihágások és bűncselekmények körüli joghézagokat pótló törvénymódosító tervezeteket fogadott el. A jogszabályok a parlament elé kerülnek. Az egyik módosítás szerint bűncselekménynek számítana egy rendszámtábla nélküli vagy hamis rendszámtáblával ellátott traktor közlekedése a közutakon és traktorjogosítvány nélkül történő vezetése 1-5 évig terjedő börtönbüntetést vonna maga után. A módosítások között az is szerepel, hogy 1-től 5 évig terjedő börtönbüntetéssel vagy bírsággal sújtsák azt a sofőrt, aki testi sértést vagy halált eredményező közúti baleset okozása után, de még a biológiai mintavétel előtt alkoholt vagy kábítószert fogyaszt. A híresztelések ellenére nem fog tovább emelkedni az üzemanyagára Romániában. Ezt a tőzsdei tranzakciók szakértői állítják. Szerintük az elmúlt hónapban tapasztalható áremelések után a héten akár csökkenhet is az üzemanyagára. Egyre drágábban tankolnak a gépjárművezetők a romániai töltőállomásoknál. A legolcsóbb benzin litere 5 lej 36 baniba kerül, míg egy liter gázolaj 5 lej 44 baniba. Az autósok panaszkodnak, főként akik sokat ülnek a volán mögött. Az elmúlt egy hónap alatt ugyanis a gázolajára átlagban 26 banival, a benziné 24 banival drágult. A sok bani viszont annyira összegyűl, hogy a hónap végén a több 10 vagy akár 100 lejt is eléri. Egy teli tanknál, tudom is, 5-10 lej, az sokat számít önünkre. Sőt, aki dolgozunk, se közlekedjünk minél többet, akkor az felmehet még többre is. Lehet még 100 lejre is érni. Az pénz.
A központi sajtó egyébként olyan híreket is közölt, miszerint a hónap végéig további 4%-kal emelkedhet az üzemanyagára. Ennek azonban ellentmond a híradónk által megkérdezett tőzsdebróker. Azt mondja, az üzemanyagárát főként a kőolaj világpiaci ára és a lej dollár árfolyam befolyásolja, a piacon zajló történések pedig nem indokolják az áremelést. A kőolaj hordonkénti ára 57 dollárról 55 dollárra csökkent. Valóban ezt ellensúlyozza a dollárnak a lejjel szembeni növekedése, csak hogy amíg a dollár egy hét alatt mindössze 1,5%-kal nőtt, addig a kőolaj ára csak tegnap 3%-kal csökkent. Éppen ezért semmi nem indokolja a benzin és a gázolaj árának további emelkedését. A dollár pedig a bankközi piacon ma is lejtőre állt, így minden bizonnyal a benzinára is 5,30 bani alá kellene essen a hét végéig, tette hozzá a szakértő. November 19-én vasárnap este 7 órától a Figura nagy termében kerül műsorra a Nagyvárad Tánc Együttes előadása. A Móricz Zsigmond novellája alapján készült Barbárok című produkció, melynek rendező koreográfusa Györfi Csaba. A Móricz novella dramaturgiai felépítése sokban hasonlít a görög drámákhoz. Jellegzetes jellem ábrázolásai, valamint a benne felmerülő kapcsolatrendszerek kiváló alapot szolgáltatnak a táncszínpadra alkalmazáshoz. Az előadás kísérletet tesz arra, hogy egy olyan zenei világot teremtsen, amely visszaidézi azokat az archaikus korokat, amelyben a zenész és a táncos különleges párbeszédet folytattak. Jegyek ára 15 lej, diákoknak, nyugdíjasoknak 10 lejbe kerül, jegyek válthatók munkanapokon 15 és 19 óra között, a Figura Stúdió Színház előcsarnokában található jegypénztárban. 6 ország kulturális intézeteinek bevonásával multikulturális központot hozna létre a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. Az intézmény kezdetben a rendelkezésre álló helyiségekben működne, de a tervek szerint idővel új épületet kapna. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kezdeményezésére a brit, kínai, francia, német, spanyol és magyar kulturális intézet bevonásával jönne létre a multikulturális központ, de ehhez helyi és országos szintű támogatásra is szükség lesz. Az egyetem rektora azt mondja, itt a lehetőség a választott előjárók előtt, hogy ne csak szóval, hanem tettel járuljanak hozzá a város fejlődéséhez. A helyi és az országos intézmények segítségét fogom kérni, természetesen azt követően, hogy megegyeztünk a kulturális intézetekkel. Közülük többel már elkezdtük az egyeztetést, meglátjuk, mennyire tudunk közös nevezőre jutni. Én azt gondolom, hogy ez sikerülni fog, mivel ez egy nemes cél, és úgy hiszem, a városnak nagy szüksége van rá. Az egyetemen a multikulturalitás egyre nagyobb hangsúlyt kapott az elmúlt években. A külföldi diákok száma 5 év alatt duplájára emelkedett. Ezzel szemben a mai napig nem hozták létre az önálló magyar kart. A magyar tagozat választott vezetője szerint a magyar diákok oktatók háttérbe szorításáról van szó. Az egyetemünk nem attól lesz multikulturális, hogy multikulturális központot hozunk létre, és esetleg tartunk, mint ezelőtt 2 évvel magyar kulturális napokat az egyetemi napok alkalmával, ahol egy napig magyar napok voltak, az egyetem a hétköznapokban kellene multikulturális legyen, és ehhez hozzátartozna az is, hogy a magyar tagozat problematikája megoldódjon, és olyan oktatás legyen úgy, ahogy azt a tanítói törvény előírja. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 2011 óta megoldatlan a magyarul tanulók és oktatók kérdése. Lássuk még egyszer röviden, mi mindenről volt szó ma. Födött műfüves focipálya épülhet Gyergyószentmiklóson is, a jogi formaságokat rendezi az önkormányzat. Jól halad az előkészítés, tavasszal láthatnak hozzá a szabadidőpark kialakításához. A Progimnál folytatja Góga Attila, sok szurkoló óhaja teljesült a Galaci és Gyergyói klubok közti megegyezéssel.
Eddig a Napszemle, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra holnap.